Mindenekelőtt még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki élt azzal a demokratikus jogával, és talán azt is mondhatjuk, hogy morális kötelezettségével, hogy az ország jövőjét meghatározó döntésben részt vegyem. Ezekkel a szavakkal kezdte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfót. A bejelentések és a felmerülő kérdésekre adott válaszok érintették a többi közt az infláció, az ástoppa vírushelyzet aktualitásait, valamint megerősítést nyert, hogy az új parlament megalakulására május 2-án kerül sor. Valamennyi árstopp esetében a kormány döntést fog hozni arról, hogy mi legyen az árstoppok további sorsa. Most azt tudjuk mondani, hogy ezek az árstoppok beváltak, jelentős mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy az inflációt mérsékeljük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 4 árstoppnak az inflációt leszorító, az inflációt mérséklő hatása jelentős, 13% lenne ezen árstopok nélkül az infláció, ami így 8,6%. A háborús helyzettel kapcsolatban a miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, hogy az Európai Unió egészének és minden nagy hatalomnak arra kell törekednie, hogy a béke a lehető leghamarabb álljon helyre. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint reális forgatókönyv az, hogy a háború nem napokig vagy hetekig, hanem hónapokig, vagy nehogy Isten, akár évekig is eltarthat. A csapatmozgásokból, az orosz csapatmozgásokból az látszik, hogy a háborúnak lehetnek még a jelenleginél is intenzívebb harcokat hozó szakaszai. A háború miatt alaptörvénymódosítást kezd a kormány, hogy érdemben tudjon reagálni a humanitárius vészhelyzetre. Továbbá a koronavírus miatti vészhelyzetből kivezető törvényt hamarosan bejelenti a kormány. Azt látjuk a számokból, hogy a vírus intenzitása csökken, és a megbetegedések számától szinte már függetlenül lényegesen alacsonyabb a súlyos megbetegedések aránya. Ettől még a vírus nem tűnt el. A szerdai adatok alapján 24-en vesztették életüket, az új fertőzöttek száma 3041 fő volt, 1500 embert kezelnek kórházban, közülük 97-en vannak lélegeztetőgépen. Változik a kórházi oltópontok nyitva tartásának rendje, eszerint április közepétől keddenként és péntekenként lehet időpontfoglalással oltást felvenni. Az oltási akciónapot péntekenként tartják, ekkor reggel 7 óra és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is látogathatók a kórházi oltópontok.